Szabó. Bal lábbal Könyves irányába. Ez egy egészen jó labda. Könyves lassan zicserben. Könyves, és vezet a Paks. A második percben. És megint van Könyves gól a DVTK ellen. Ebben az idényben a harmadik mérkőzésén is beveszi a DVTK kapuját Könyves. Hogy lássák többek között ezt, és ennek örülhetnek bizony. Ott lebirkozza emberét, és gyönyörűen oldja meg Könyves. Lund, aki elesik Könyves mellett, használta a testi erejét, a csatár egyszerűen elnyomja Lundot.